és ezzel a kis muzsikával készítjük elő azt a karácsonyi kortárs művészeti vásárt, ahol tényleg egészen újdonságnak minősülő módon értékesítik a művészeknek a munkáit. 100 művész 250 alkotása látható egy exkluzív tárlaton, az Art Messenger karácsonyi kortárs művészeti vásáron. A műalkotásoknál nincs kis tábla, ami befolyásolhatna, hogy kinek a műve, és mennyire befutott a művész napjainkban. Itt csupán a benyomásainkra hallgathatunk, mennyire szeretünk bele egy-egy műbe. Hát ez tényleg nagyon érdekes, a Kubik Coworking kiállító terében Barta Bernadett járt. Most itt állunk két képe előtt, a kék színvilággal játszott. Az egyik képen egy ajtó, ablakok láthatók, kicsit romos épület belső. Másik képen pedig, minthogyha egy konyhát látnék. Essebánki Ákos, festőművész. Ez a konkrét kép egy lakás belsőt mutat, de nem elsősorban, tehát az a fő célom, hogy teljes mértékben azt a belső teret adjam vissza. Itt egy átalakuláson megy keresztül, tehát hogy ez egy kiinduló élmény, amitől el tudok rugaszkodni, és olykor visszatérni, de elsősorban a fények, a színeknek megragadása fontos számomra, illetve az a hangulat, ami inspirál engem a képnek a megfestésekor. Ez a két kép egybe tartozik. Két vászonra lett festve, de egy műnek számít. Kiinduló élményem, ezek a belső terek, különböző interiőröket, ami számomra fontosabb terek. Itt ennél a képnél fontosnak éreztem azt, hogy adott formák így terjedjenek tovább, és akkor így alakult az, hogy két vászonra festettem, illetve amikor vázlatokban, amikor fotók alapján dolgozok, az nagyon megtetszett, hogy mondjuk ilyen panoráma képeket fotóztam, és ez a panoráma hatás, tehát ez, hogy ilyen akár 360 fokban is lát, hogy az ember, ez inspirált ennél a képnek a megfestésekor. Hol és milyen formában van helye a kortárs képzőművészetnek? Thomas Piars képzőművész, kurátor, az Art Messenger szervezője. Nagyon sok galéria képviseli különböző képzőművészeket. Mondjuk mi kezdeményeztünk a vásárunkat 7 éve ezelőtt a Latarka galériában, és ezt a hagyományt folytatjuk. Természetesen nem csak a karácsonyi vásárt csináltunk, hanem minden hónapban egy-két kiállítást nyitottunk, főleg csapatos kiállítások voltak. Az idén viszont 7. alkalommal csinálunk a képzőművészeti karácsonyi vásárt, viszont már új névvel, új platformon közel 100 képzőművész 250 alkotását fogunk kiállítani. Alapvetően kik a képzőművészeknek a vásárlói? Nagyon sokféle gyűjtő vagy megkedvelő létezik. Vannak visszatérő gyűjtők, vannak teljesen új látogatók, akik szeretnének ajándékokat keresni. Jól értem, akkor a karácsonyfa alá akár bekerülhet egy kisebb szobor vagy festmény is? Igen, persze, sőt, festmények is a kis bronz plasztikák kívül vannak fotók, grafikák, ez elég színes palettája. A lakberendezésnek és a dizájnnak óriási divatja van. Ebbe ugye beletartozik az is, hogy mondjuk egy kortárs műalkotást veszünk otthonunkba. Mennyire jellemző ez a jelenség, és kiknek a körében? Azok a gyűjtők vagy műkedvelők, akinek már van szép otthona, be van rendezve nagyon szép dizájn tárgyakkal, mégis a képzőművész alkotás az nagyon sokat fel tudja dobni akár az ő lakásában, hiszen ez tényleg egyedi. Azért ez egy picit úri huncutság is, nem? Volt is, lesz, de a mi vásárunkon azt próbáljuk már évek ezelőtt, azért is ez egy egyedi kezdeményezés volt, mert nagyon alacsony árak voltak nálunk. Az alkotások is kicsiek, tényleg egy ilyen kis ajándék formában lehetett vásárolni. Fontos volt még az elején, hogy ez nagyon széles körben megterjedjen. Mennyire egyszerű egyébként megélnie a képzőművészeknek az alkotásaiból? Képzőművészek Magyarországon nagyon sok dologgal foglalkoznak. Kurátorként hogy látja, a képzőművész mivel tud kitűnni, mi az, amivel be tud futni? Minőséget kell teremtse szerintem, tehát bármivel is foglalkozik, fest, vagy fotózik, vagy szobrászata foglalkozik, vagy teljesen mással, mindig egy minőséget kell csinálja. Nehéz egy újat folyamatosan felfedezni, de ez nagyon-nagyon komplex dolog. Figyelni kell, ami itthon történik, külföldön folyamatosan őszinte valamit kell csinálja, bensősége, vagy a lelke, az érzéseid. Én elsőre azt gondoltam, hogy kép, mert hogy ez egy szobor, német Marcel szobrászművész. Tőlem szokatlan forma. Régebben már kísérleteztem ezzel az anyaggal, de gondoltam, hogy egy gyors technikával több munkát is létre tudok így hozni. Annyiban különleges munka, hogy úgy néz ki, mint egy csempelap, de én bele nyomtam papírból egy daru formát, és gyakorlatilag belesüllyedt a felületbe, és ezt kitöltöttem égetés után festékkel. Nagyon szép kontrasztos lett tőle a munka.
Kifejezetten a Csilida járt a fejemben, amikor ezen a munkán dolgoztam, mert ő szobrászként nagyon szeretett a terakottával foglalkozni. Hogyha ránézek erre a szoborra, völgyet látok, illetve hát középen egy daru, ami éppen munkálkodik. No, de egy másik szobra is látható, ami szintén elsőre egy képként hat. Itt is egy darut látunk. A daru mit jelképez az ön számára? Erős motívum. Az építkezésnek egy nagyon erőteljes, elsőként megjelenő formája, nagyon erőteljesen formálja a környezetet, ugyan idéglenesen van jelen a helyszínen, de ez mutatja be a legjobban az emberi akaratot arra, hogy leigázzuk a természetet. Mi az, ami inspirálja? Hol szokott alkotni? Csendes kis kertvárosi házban élek, ott is van a műtermem. Ezek a témák azért is érintenek meg, mert hogy időről időre felbukkan ez a gondolat a fejemben, hogy megváltoztatjuk a környezetünket, és nekem fontos az, hogy elgondolkodjak azon, hogy ezeknek a helyeknek milyen szerepük van a gondolatainkban. Ez beleívódik az életünkbe, de senki nem gondol igazán rá. A Kubik Coworking kiállító terében tehát Barta Bernadett járt.